A Szerelmes tenger című ballada nyomán a Dézsér szimfonikus költemény csendült fel a Farkas Ferenc koncertsorozat első előadásának nyitányaként. Az Alba Régia szimfonikus zenekar a keddesti darabjában a vágyódás gondolatát helyezte középpontba, számos elektronikus médiaeszköz használatával. Dobri Dániel kortárs művészeti vezető elmondta, az évadban a 19. és a 21. század darabjait dolgozták fel. A kortárs zene játszás az nagyon nagy hangsúlyt kap ebben az évadunkban is, vagyis mondhatom azt, hogy ebben az évadunkban különösen, hiszen szeptember végén, szeptember 26-án az Arszó székházában elkezdődik a Kérdezd a zeneszerző című interaktív kortárs zenei sorozatunk, ahol különböző magyar szerzőket fogunk bemutatni, akikkel beszélgethet is a közönség, ott lesznek személyesen a koncerteken, összesen 25 magyar szerző lesz majd az egész évad során. A változatos és gazdag zenei műsorban felcsendülnek Brahms és Mahler jól ismert művei is. Az eseményen részt vett Madarász Iván, az Artisjus tiszteletbeli elnöke, aki elárulta, nagy hangsúlyt fektetnek a szerző a művész és a közönség közötti kapcsolat fejlesztésére. Fokozottabban szükség van arra, hogy a közönséget is beavatjuk. Tehát ebben a háromszögben, amely publikum, művész, hangszeres művész és szerző, mind a három pontjának a kapcsolatait kiépítendő, az Artisjus úgy érzi, hogy feladata van, és abban a pályázatban, amelyben a Székesfehérvári Zenekar egy ötrészes esemény sorozatra kapott anyagi támogatást, úgy érezzük, hogy ez a cél nagyon jól megvalósul. A programot a szimfonikus zene irodalmának egyik legnagyobb remekműve, Johannes Brahms 4. szimfóniája zárta.